egyesített szellemeddel, mint zónárköv szétszakít. Az EGRI Európa Nap az Unió himnuszával, az Örömódával kezdődött. A rendezvényt Martonné Adler Ildikó alpolgármester nyitotta meg. Köszöntőjében úgy fogalmazott, nem mindegy, mi a definíciója ma az európaiságnak és az európai értékeknek. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben nagyon-nagyon fontos az, hogy megfelelően definiáljuk, hogy mi az, hogy európaiság, összeurópai érték úgy kulturális, mint gazdasági, mint pedig hozzáteszem erkölcsi területen is. Nagyon fontos, hogy megőrizzük ezeket az európai értékeket, hiszen nekünk egrieknek még fontosabb is talán, mint másoknak, hiszen indulunk az Európa Kulturális Fővárosa pályázaton. A Dobótéren az EGRI önkormányzat, a város kulturális és oktatási intézményei és a Heves megyei Europe Direct információs pont szervezett egésznapos programot. Az Európa sátorban ingyenes kiadványokkal, hasznos információkkal és uniós totóval várták az érdeklődőket. Gondoltam én is. Hát akkor így, bizony, így van, jól van. Ja, bekarikázzam? Aha, az úgy jó lesz. Én is erre tippeltem. Felhívjuk a figyelmet az Európai Unióra, tagállamaira, és itt vagyunk a téren kvízekkel, információkkal, a legújabb kiadványainkból hoztunk egy sorozatot, tehát aki szeretne többet tudni az Európai Unióról, felépítéséről, illetve jelenlegi politikáiról, akkor az most itt választ találhasson a kérdéseire. Az EGRI Kulturális és Művészeti Központ a gyerekek számára készült kézműves foglalkozásokkal. A Bródi Sándor könyvtár, mint Eurodesk partner, az Európai Bizottság támogatásával működő ifjúsági hálózatról nyújtott információkat, de emellett szolgáltatásaival is várta a dobótérre érkezőket. Az Európa Napot egyébként minden évben május 9-én tartják 1985 óta az Unió és az Európai Béke ünnepeként.